Sziasztok, áldja meg az Úr Jézus benneteket. Szeretnék nektek elmondani, hát nem is tudom igazából, hogy bizonsága vagy. Vagy nem tudom, hogy van benne bizonság is, de azon a dologgal kapcsolatban, hogy ebbe a világba menjen, belemegyünk olyan dolgokba, amihez igazából semmi közünk is. Olyannal foglalkozunk, amivel nem kéne. És hogy az ördög mennyire meg tudja rémiszteni az embert, és mennyi haragot, ékeket tud verni testvérek közé. Hogy nekünk még ebből foglalkoznunk. Nagy kérdés számomra is, hogy van, akik haragszanak egymásra egy hétig, egy hónapig, van, aki egy életen át. De én hiszem, hogy mi, akik ismerjük Istent, és ez nem nagy képűség, hogy mi, akik ismerjük, hanem ez egy kegyelem, az Istennek a kegyelme, hogy ismerhetjük. Bele is vágnék nektek abba, amit szeretnék mondani. Nagyon meg van nehezedve a szívem, és nagyon nehéz, amit most el kell mondanom. Nagyon nehéz volt átélni az egész rosszát, amit átéltem ma is. Nagyon megmondom őszintén, mély nyomot hagyott a szívembe, mert láttam azt, hogy az ördögnek a munkáját is, de láttam Isten munkáját is. Szintén a munkájával kapcsolatban szeretnék beszélni, és tudni kell, hogy szakács vagyok, és egy intézménybe, és ahogy ma elkészítettük az ebédet egyik kolléganőmmel, és osztottuk, közben látom, hogy mindenki szaladt ki az ebédlőből, és küldenek ki mindenkit, az ellátottakat, és szóltak, hogy kinéztem, és mondotta az egyik vezető, hogy Csaba, gyere segíts, és hát én nem tudtam, hogy milyen mondja, nem láttam, hogy ott a földön fekszik egy idős hölgy, egy ellátott, nem is annyira idős. Ismerős volt a ruhája, de csak azt láttam, hogy oldalt fekszik, és be van lidóba a feje. Próbáltuk felemelni, felültetni. Oldalra fordítottuk, akkor felültetni, mert pont ebéd közben lett rosszul. És most szeretnék, hogy ezelőtt, amikor megláttam, hogy ki ez az asszony, akkor megdöbbentem, mert egy közel volt a szívemhez, meg egy közeli olyan, aki az Úrban volt, és Úrban van most is, úgy hiszem. Amikor oda kerültem a munkahelyre, többször elmondom, de dicsekszem akkor az Úrról, dicsekszem, hogy kaptam az Istentől egy kis gyülekezetet, egy kis csoportot, és az Isten különös módon használt az igazgatót, hogy tarthassak ottan Isten tiszteletet, áhítatot. És ebbe a csoportban az asszony is benne volt, ez egy cigány asszony is. Egy nagyon mély, szeretetű asszony, másképp nem tudom mondani. Mindig amikor jött és találkoztunk, mindig azt mondta, jaj Csabikám, hogy van Csabikám, meg ha maga van Csabikám, biztos finom akkor. És most is olyan így volt. És olyan eljárt, buzgón, ő volt az első mindig, amikor ott volt az Isten tiszteleten, és most is jött, úgy, mint a többi napon, de most valahogy nem is, nem mint máskor, hogy sajnos hozzá vagyunk ahhoz szokva, hogy megszokásból kérdezik, hogy hogy van, és akkor utána nem is foglalkozunk vele. Most úgy tényleg a szívembe éreztem, mondom, hogy hogy van. És akkor mondtam a nevét neki, nem szeretném így közzétenni a nevét neki. És akkor mondja, hogy jaj Csabikám, hát annyira nem vagyok jó. És két perc múlva már szóltak, hogy szaladjak, mert és hogy felültettük, folytatom onnan, tiszta lila volt a feje, nem volt benne élet. És tudjátok, mit láttam? A halált láttam az arcán. Láttam azt, amin Jézus is keresztül ment, és még ember itt a földön nem született olyan, akinek ne kelljen átmenni rajta.
És nagyon megvért volt a krém, ott az ápolók szaladgáltak, mindenki, hívták a mentőt, és mondták, a dispatcher mondta, hogy mit csináljunk vele, hogy fektessük hanyat, és akkor kezdjük el újraéleszteni, a mellkasát nyomni. És képzeljétek el, hogy az egyik jó barátom, aki ott dolgozik, az elkezdte újraéleszteni, a két kezében nyomkodta a mellkasát, és képzeljétek el, hogy hallottam ezt a recsenést, amikor eltört neki a bordája. Kétszer is hallottam. És hát, mód menne élet, és gondolkoztam, hogy mit tudok én csinálni. És tudjátok, semmi más nem tudtam csinálni, csak imádkozni. Imádkoztam érte, azt mondtam, Uram, kérlek segíts. Végig csak ezt, Jézusom, kérlek segíts. És most is az volt, azt éreztem, hogy tudtam, hogy az Úr, ha akarja, akkor megtartsa itt köztünk. De neki van máshogy is, van joga dönteni, hogy magához szólítja őtet. És képzeljétek el, hogy 20 perc múlva kiérkeztek a mentősök. Csodálom őket, a Jóisten áldja meg őket. Egy olyan talpra esett egy higgadt, higgadtan, ott 20 perc múlva nekiugrottak, és egy fiatal doktornő egybe elkezdte kitisztítani a légutakat, pont evés közben volt, és kitisztított az ételtől száját, és lenyomta neki ezt a csövet, rárakták azt a, én olyan gépet nem láttam még, ami nyomta a mellkasát, mint hogyha ember nyomta volna két kézzel, segített volna nyomni a mellkasát, hogy legyen neki, mert nem volt már szívverése. Rákötötték a gépeket, és képzeljétek el, hogy másfél óra hosszán keresztül, talán több is volt, küzdöttek az életéért. És már Lilót képzeljétek el. Láttam a lilafotokat a hátán neki. És én csak imádkoztam, és mondtam, Uram, mondom, kérlek, segíts. Járkáltam ottan, és mondtam, Uram, segíts rajta, Jézusom, hogyha te is akarod, Uram, akkor tartsd meg őtet, kérlek, Jézusom. És képzeljétek el, hogy az a kollégám, az a barátom, aki ott volt, azt mondta, így intett rám, hogy már nincs vége. Akkor már olyan másfél órája küzdöttek érte, és a fiatal doktornő megfogta ezt a gépet, és képzeljétek el, hogy már megkapcsolta, hogy akkor már nem ment neki ez a lélegeztetés, ami nyomja a mellkasát, az a gép. És képzeljétek, egy egyszer megindult, és elkezdett verni a szíve neki. Láttam Isten csodáját. Előtte láttam az ördögnek a rossz, romboló munkáját, hogy ő azért jött, hogy jöjjön és pusztítson, Isten meg azért jött, hogy életet adjon. És tudjátok, hogy itt is az volt, hogy Isten eldöntötte, hogy valami megtartja. Nem tudom, hogy milyen károsodás szenvedett, mert nem kapott levegőt, talán 15-20 percig. De hogy ott akkor láttam Istennek a csodáját, és képzeljétek el, hogy stabil állapotba vitték el, már úgy stabil állapotban, hogy volt szívverése, vérnyomása, és visszahozták. És tudjátok, az az ige, hogy amit a Róma 9-ben ír a Biblia, hogy irgalmazok annak, akinek irgalmazok. Ez nagyon nagy igazság, hogy az Isten ezt nem kérhetjük számon őtől le, hogy számon lehet kérni. De ő mindenek felett van. És én ember akarom megmondani parancsolra, hogy gyógyítsd meg. Könyörögtem, igaz, én is könyörögtem, és hogy a végén megmondom őszintén, emberileg annyira nehéz volt kimondani, hogy Jézusom segíts, de csak ez jött elő a bensőből, a szellememből, csak ez jött elő, hogy Úr Jézusom segíts neki. Ennek a drága kis asszonynak segítsen. Ott a haláltosábot végignéztem, és akkor visszajött az élet, Isten visszadta bele az életet.
De tudjátok, hogy egy nagyon nagy bizonságot szeretnék a szívetekre helyezni. Hogy a Biblia is írja, hogy, hogy a test, hogy több részei vannak, hogy a kar, a láb, és együtt van, és egyik nincs a másik nélkül, és ott is az volt, tudjátok, hogy az ápolók végezték a dolgokat, a mentősök is végezték. Én meg azt, amit tudtam. Ahogy Péter mondta, hogy aranyom és ezüstöm nincsen. De amin van az Úr Jézus nevében. Imádkoztam. És ne azt gondoljátok, hogy mert én olyan nagy valaki vagyok, vagy olyan különleges vagyok, hogy nekem az én imámra, hanem az én Istenem, aki különleges, aki meghallgatja az imákat, aki megadja, de ezt ő döntött el akkor is, és most is ő dönti el, hogy fájdalmas, emberileg fáj, hogyha ha válnunk kell, testileg válnunk kell, de ez Isten tudja, hogy mit tesz. És most is, amikor ott voltam, nagyon megterhelődtem. Előttem van az arca. Meg tudjátok, a sátán, az ellenség. Most is hallom azt a recsenést, hogy eltört a bordája. Hogy az az, hogy mindent keresztül, és hogy mennyi múlik egy élet. Hogy egy perc se talán, és mi mégis képesek vagyunk egymásra megharagudni, úgy, hogy meg úgy beszélni egymással, meg úgy tekinteni, meg olyan szívvel gondolni. Miért van ez olyan? Kérdeztem most többször. Hogy én is sokszor miért tudok úgy olyan gyorsan megharagudni. De tudom, hogy az én Uram él, az én Istenem él, és tudom, hogy amikor legnagyobb szükség van, higgyétek-e, ott van Isten. Ne kételkedjetek benne. És nagyon sok igen rém jött ma, és elgondolkoztam sok mindenen a kapcsolatokon, hogy ennyi egy élet, hogy így eddig lássuk. És tudjátok, ezt az asszonyt elvitte a mentő, most nem tudom, hogy mi van vele. De folyamatosan a szellemembe imádkozok, érte? Hogyha az Úr magához szólítja magához, szólítja őtet, akkor tudom, hogy hová kerül. És ez a legfontosabb, hogy lehet, hogy csinált rossz dolgokat, lehet, hogy voltak neki vétkei. De ő ott az Isten tiszteleten elfogadta az Úr Jézust. Ott volt azok közt, akik elmondták a megtérők imáját, és nem csak elmondták, hanem éreztem a szellemembe, éreztem a szívembe, hogy azok, akik ott elmondták, azok mondtam, hogy olyan, azt kérem, hogy csak az, aki szívéből elfogadja az Úr Jézust élete urának, és ő is ott volt azok között. És hogyha az Úr magához szólítja, akkor ő oda, ott lesz. Ott lesz, ahová elment Jézus, és helyet készített nekünk. És nagyon megterhet, igaz? És most kezdek felszabadulni belőle, az Isten most kezd felszabadítani. Hogy nekünk embereknek az egy félelmes, visszatetsző halál. De Jézus legyőzte. Az Úr Jézus legyőzte. És érzem azt, és tudom, hogy nekünk, ha visszatetsző is, meg nehéz erre gondolni, hogy egyszer majd oda kerülünk, van egy továbbmutatás. Egy továbbmutatás abban az életben, ami örök élet. És a dicsőséges Isten vár minket. Kívánom, hogy a jó Isten áldjon meg benneteket, és gondolkozzatok-e azon, hogy kivel milyen kapcsolatotok van, és hogy mit tudtok tenni, mi a legnagyobb. Nem tudom akkor, mi volt a legnagyobb, de szükség volt arra, hogy az orvosok, az ápolók, a mentősök ottan tevékenykedjenek, hogy küzdöttek az életéért, de szükség volt, tudom, az imára is. Nagyon nagy szükség volt arra is, hogy imádkozzak érte. És volt ott egy ápoló, aki tudom, hogy hívő, ő is újraélesztett ezzel a mellkasát, hogy nyomta. És tudom, hogy ő is biztos, hogy imádkozott. És ez jelenti azt, hogy amikor amiről Jézus beszél, 2-3-an, ha összejöttök, én maradt vagyok.
és hogy mekkora ereje van az egységnek. Hogy azt akarom, hogy olyan egység legyen köztetek, mint ami a, ezt mondta Jézus, mint ami az Atya és én köztem van. Hogy ez valóban legyen így. A dicsőséges Istenem áldjon meg benneteket. Tartson meg az ő akarata szerint, tartson meg benneteket. És legyen meg az ő akarat a mi életünkbe. Áldás rátok.